Július 11-én a Szrebrenicai Mészárlás 20. évfordulója alkalmával szervezett megemlékezésen dobálták meg Alekszandar Vucicot Bosznia-Hercegovinában. Másfél héttel később most a szerb miniszterelnök Belgrádban teljes díszpompával fogadta Bosznia-Hercegovina elnökségének 3 tagját. Ugye danes dana nakon Srebrenice mi pričamo potpuno drugačijim temama, govorimo o gospodarstvu, o infrastrukturi, željezničkoj, cestovnoj, govorimo o energetici, o namjenskoj industriji, o turizmu i puno drugih stvari. A szerb miniszterelnök azt mondta, új fejezet kezdődött Szerbia és Bosznia-Hercegovina történetében, a cél a közös jövő építése. Želimo da imamo najbolje moguće odnose, ne znači da ćemo uvek oko svega iz prošlosti da se saglasimo, ali znači da ćemo iskreno, suštinski i otvorenog srca umeti, želeti i uveren sam uspeti da popravimo stvari u budućnosti. A belgrádi találkozón megállapodtak arról, hogy a két ország kormányai együttes ülést tartanak szeptemberben. Dragan Čović azt is elmondta, a napokban valószínűleg felkérik Tomislav Nikolić szerb államfőt, hogy októberben látogasson el Bosznia-Hercegovinába.